Félpályás útlezárással tiltakoztak a Sátoraljaújhelyi határátkelőnél. A szlovák kormány kettős állampolgársági törvénye, a szlovák nyelvtörvény, valamint a máig érvényben lévő Beneš dekrétumok ellen. A demonstrációt a Kárpát haza őrei mozgalom kezdeményezte. Ehhez csatlakoztak a Jobbik Magyarországért mozgalom helyi szervezetei. Hát tulajdonképpen a szlovák kormány és a szlovák törvények kirekesztő jellege ellen tiltakozunk, ugye a kettős állampolgársággal kapcsolatos eljárásaik ellen, az ellen, hogy a saját állampolgáraikat, a saját magyar nemzetiségű állampolgáraikat, akik felveszik a magyar állampolgárságot, megfosztják a szlovák állampolgárságtól. Ez nem európai és számunkra nem elfogadható eljárás. Továbbá az sem elfogadható számunkra, amint a szórólapjainkon is látható, hogy a Beneš dekrétumok mind a mai napig életben vannak. A határon túli magyarokat hátrányosan megkülönböztető, az Európai Uniós szabadságjogokat sértő intézkedéseknek nevezte a szlovák törvényt Pastornicki István, a Jobbik Sátoraljaújhelyi alapszervezetének elnöke. A határzár nem okozott komolyabb fennakadást, mivel a Sátoraljaújhelyi kis és nagy határátkelőnél is rendőrök irányították a forgalmat. A legfontosabb feladatunk most az, hogy felhívjuk a figyelmet, és azt, hogy közzé tegyük, és köszönjük szépen azért, hogy a média képviselőiként önök is eljöttek, közzé tegyük azt, hogy itt olyan áldatlan állapotok vannak, amelyeket nem lehet sokáig fenntartani, amennyiben Szlovákia is és Magyarország is az Európai Unió tagjának vallja magát, és vallja azokat az elveket, azokat az európai elveket, amelyek ugye kötelezőek lennének mindenkire. Tehát erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez így nem maradhat. Az akcióhoz a magyar oldalon többen saját személygépkocsival is csatlakoztak, míg a szlovák oldalon a felhívás ellenére nem jelentek meg az érintettek. Először is arról lehet szó, hogy a szlovákiai oldalon élő szlovákiai magyarok nyilvánvalóan értesítettük őket erről a demonstrációról. Azonban feltételezzük, sőt vannak ilyen információink, hogy egyszerűen nem mernek kiállni, azon egyszerű oknál fogva, hogy ez az állampolgársági törvénnyel sújtják azokat az embereket, akik felveszik a magyar állampolgárságot, és ebből kifolyólag ugye még más szankciók is érhetik, hogyha például itt velünk együtt, vagy akár egyszerre velünk, de a határ túlsó oldalán demonstrálnak.